A Károli Református Egyetem azzal a céllal alapította 2019-ben a Szociális és Egészségtudományi Kart, hogy az erre a területre tartozó tantárgyakkal és képzésekkel erősítse társadalmi szerepvállalását. Az újdonságként induló szociális munkás képzés elsősorban a szociális intézmények idős otthonok részére, hajléktalan ellátásra, fogyatékos személyek és szenvedélybetegek ellátására képes szakembereket. A szociálpedagógia szakon végzettek iskolai, óvodai segítők lehetnek, illetve felkészítik őket a családvédelem, a család és ifjúság segítés területére. Nem gondozókat képez, tehát nagyon sokan ugye amikor szociális munkásra gondolnak, akkor azt gondolják, hogy ott egy ilyen tényleg egy szociális gondozói képzésről van. Nem, itt egy diplomát adó felsőoktatási képzésről van szó, amely végén egy diplomával rendelkező és a szociális jóléti ellátó rendszerben elhelyezkedni tudó diplomát, diplomát fogunk adni. A képzést előzetes felmérések és a helyi munkaerőpiac miatt is indították, mivel nagy hiány van a szociális területen jó szakemberekből. A képzések tantárgyai is sokrétűek szociológiai ismereteket, szociálpolitikát, egészségügyi ellátórendszeri ismereteket és szociális jogot is tanulhatnak majd a hallgatók, illetve minden fél évben gyakorlaton kell, hogy részt vegyenek levelező képzésen is. Nagyon nagy előszeretettel például légitársaságok érdeklődtek, és tudok olyat, aki utána a légitársaságnak az ügyfélszolgálatán dolgozott, pont azért, mert a szociális területen végzett hallgatók sokkal inkább empatikusabbak, sokkal inkább megértőbbek tudtak odafordulni a, problémás, a problémához. Korábban az egyetem tanítóképző főiskolai karán működött szociális munka és diakónia szak, ami a segítőpályára készítette fel a hallgatókat. Az új tanévtől nagykörösen a hét életi szakokat erősítik, Kecskeméten pedig a szociális munka és a szociálpedagógiai képzéseket szeretnék megszilárdítani.